A Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya hangsúlyozott figyelmet fordít a kiemelt kockázatú áldozati csoportba tartozó fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére. Az osztály hosszú évek óta sikeresen vesz részt a diákok prevenciós célú nevelésében, így ezen gondolat mentén rendezik meg évről évre a Beugró című játékon alapuló Krimit tudott is, amit a kezdetek óta Novák Péter előadó művész moderál. Én az állandóságban hiszek, tehát én annak örülök, hogy van 8 éven keresztül. Nyilván nagyon sok minden kicserélődött benne, de az alapkoncepció nem csorbult, és ez szerintem fontos. Könnyen elmehettünk volna valamilyen, nem is tudom, szórakoztató irányba, ami egyébként megvan, hiszen maguk a játéktípusok, ugye a Beugróból kifejlesztett valamilyen változatról beszélünk, azok önmagukban nagyon szórakoztatóak, de azért előtte-utána mindig le lehet szűrni valamiféle erkölcsi tanulságot, és a felnőttek mindig ilyen döcögve beszélnek erről, mint hogy én is most, de azért fontosnak érezzük, hogy valamilyen közvetítő felület legyen. És ez a platform lett az, ahol a különböző generációk jól találkoznak egymással. Én annak örülök, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a 8 évben nem változott, hanem hogy meg tudott maradni ugyanannak a helyes, klassz, mégis országos, de nem ilyen túl terjengős valaminek, tehát hogy tudunk koncentrálni az alaptémára, megvan a fókuszpont. A gyerekek újabb és újabb generáció, tehát generációi, tehát évről évre az újabb diákok. Mennyire tudták azonnal felvenni a ritmust és megérteni azt, hogy miről szól ez az egész? Mennyi idő alatt kell belerázódniuk, mikor melegednek már be, honnantól lesz jó? Azért tudni kell, hogy ennek az improvizációs helyzetgyakorlatos játszadozásnak, ami többek között a Beugrónak is a sajátja, de mondjuk a színészképzés is így történik a Színművészeti Egyetemen, az első év az gyakorlatilag egy teljes improvizáció, és mondhatnám a Momentán társulatot még, és még sok izgalmas ilyen kezdeményezés van, egy közvetett hatást gyakorol, tehát közvetlenül nagyon-nagyon szórakoztató az egész. A közvetett dolgok az érdekesek, hogy mi az, ami a tudatalattiba beépül és leülepszik, és egyszer csak egy váratlan helyzetben előjön adott esetben. A saját gyerekeimmel vagyok ebben a helyzetben, hogy mi a példabeszéd, hogy van-e értelme egy ilyen szónoki fordulatnak, hegyi beszéd formájában egy szituációt elemezni, hogy miért ne keveredjenek bele egy rosszul elsülhető élethelyzetbe, vagy pedig valami olyan ösztönös megnyilatkozás történik, ami aztán majd abban a kulcs pillanatban elő tud törni. Na, ezt tudja a pszichodráma, ezt tudja a színpad, ezt ugye a színház. Sosem tudjuk valójában, hogy amikor megnézzünk egy klasszikust, akkor az abban elhangzott veretes gondolatok és mondatok egyszer csak mikor gyakorolnak hatást az életünkre. Én nagyon bízom benne, hogy ez már kisgyermekkortól így van, és így működik, és így hitelesebb. Leginkább úgy tudom megfogalmazni, hogy a szívükön keresztül vezet az út. Ha vannak kulturális élményeink, ha vannak szívreható, lélekreható pillanataink, akkor egyszer csak az agyunk is jól kezd reagálni. Az idei krimit tudott dr. Mihály István, Pest megyei rendőrfő kapitány nyitotta meg. A közbiztonság az egy olyan jószág, amely akkor ismertetik meg, amikor nincs. Amikor megvan, akkor mindenki úgy áttekint felette, hogy nyugodtan jövünk, megyünk, nem lopják el az autónkat, amíg dolgozunk, addig nem törik fel a lakásunkat. Nem is gondolnak arra, hogy milyen bonyolult koordináta rendszerben, milyen bonyolult összetevők eredményeképpen alakul ki egy élhető környezet, egy olyan biztonság, amelyben a fiatalok, a középkorúak és az idősek is nyugodtan tudják élni az életüket, és álomra hajtani a fejüket minden este. Elhatároztam, hogy ha akarják, ha nem, egy rövid ismertetőt fogok tartani azokból a pici körülményekből, amelyek ezt meghatározzák. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz érdektelen, és olyan területeket is lehet vele felvillantani, amelyre egyébként nem is gondol az ember, és egyáltalán nincs róla semmiféle ismerete. Pozsó tábornok úrnak, azt hiszem a nevetekben is mondhatom, hogyha nem nagyon bánja, nem fogadnánk el az invitálását, hogy ide elég gyakran, és mindenféle célzattal érkezzünk, mert hiszen ez az a hely, amelyet a társadalom ultima rációként, tehát utolsó érvként próbál meg bevetni, a jellem pallérozása és a szellem magasabb szinte emelése.
érdekében. Dékovács Róbert Antal, a 10. kerület polgármestere az esemény fiatalokra gyakorolt pozitív hatásairól szólt az alkalmon. Kőbány örömmel ad helyet ennek a rendezvénynek, illetve nem csak hogy helyet ad, hanem szervezője is mindennek a Kőbánya közbiztonságáért közalapítványon keresztül. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok fölkészüljenek azokra a szituációkra, élethelyzetekre, ahol megérintheti őket a bűn, közelébe kerülhetnek egy-egy olyan szituációnak, akár kábítószerrel kapcsolatban, akár vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban, ahol akár áldozattá válhatnak, akár ők maguk is részesei lehetnek egy-egy bűnelkövetésnek. Úgy vélem, hogy fontos, hogy ilyen dolgokról, ilyen kérdésekről beszéljünk, és játékos keretek között beszéljünk, ne tantermi körülmények között. Én úgy látom, úgy tapasztalom, követem egy ideje a vetékedőt, a döntőt, hogy élvezik a fiatalok mindezt, és pillanatok alatt bele tudják élni magukat egy-egy szituációba, ki tudják vágni magukat egy-egy helyzetből. Bízom benne, hogy ez a vetékedő is hozzájárul ahhoz, hogy mind a város, mind az ország nagyobb közbiztonságban élje meg a mindennapjait. A szakmai és művészeti zsűriben mások mellett helyet foglaltak a Madách Színház művészei, Galusz Nikolett és Kis Ernő Zsolt, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke is. Dr. Hatala József nyugalmazott rendőr altábornagy harmadik alkalommal vett részt a Krimit Tudon. Lényege a rendezvény sorozatnak, hogy játékos, szórakoztató, a színházi elemeket felhasználó módon felkészítsük a fiatalokat a bűnmegelőzési ismeretekkel, nevezetesen azért, hogy az élet eléjük sodorta különböző helyzetekben helyes döntéseket tudjanak hozni, hogy így el tudják kerülni, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, vagy adott esetben szélsőséges helyzetben elkövetőjévé is. El kell mondani, hogy ez a rendezvény folyamatosan fejlődött, évről évre újabb elemek jöttek be. De el kell mondani, hogy évről évre stabil szereplői is vannak, és én kimondottan nagy örömmel jövök ide zsűri elnöknek, mert élvezetes öröm látni, hogy a fiatalok mennyire lelkesen, mennyire intuitív módon készülnek fel a vetélkedőre, és adnak képet arról, hogy mit tanultak és mit tudnak a bűnmegelőzésről. Különösen szerencsés és előre mozdítja ezt az elképzelést, hogy fiatalok egymás között cserélnek véleményt, egymásnak adnak helyes megoldásokat a nem kívánatos helyzetekből, hogy lehet kikerülni vagy elkerülni, és ez sokkal jobban leülepedik, mélyebben beleépül a személyiségbe, és biztos, hogy egy kiegyensúlyozott, a bűnözéstől nem félő, hanem azzal szembenéző állampolgárrá válnak, és elfogadják azt, hogy tudatos összefogással ezzel a nem kívánatos társadalmi jelenség ellen nagyon jól fel lehet lépni, és egy nagyon jó szubjektív biztonságérzetet lehet teremteni. Tóth Béla, a Kőbánya közbiztonságáért közalapítvány kuratóriumának elnöke, a vetélkedő végén értékelte az immár 8 éves rendezvényt. Nagyon-nagyon jó érzés most ma itt állni, és látni ezt a gyönyörű szép produkciókat, döntőt. Ebben nagyon sok munkát fektettünk, ugye először is végmentünk az országos régiós helyszíneken tavasszal, majd ősszel lebonyolították a 6 régiós döntőt, és a legjobb 12 csapat került ide. Úgy érzem magam most, mintha valaki az esküvőre készül, vagy esküvőre készül a család, és akkor mindent úgy próbál összehozni, hogy az adott pillanatban a legszebb, a legjobb és legjobban sikerül. Én azt gondolom, hogy a kollégák segítségével, a zseniális bűnmegelőzési osztálynak a munkájával, Hatala tábornok úr támogatásával, amit el tetszett mondani, ezzel zseniálisan sikerült. Nem beszélve az a sok vidéki, tehetséges, meg budapesti bűnmegelőzési szakemberről, akik ezért tettek, dolgoztak, gyakorlatilag nem egy éven át. A Novák Péter ennek a vetélkedésnek a motorja, őt nem lehet nélkülözni ebben, ő volt a döntőnek a műsorvetője. Galusz Nikolett és Kis Ernő Zsolt színművészek pedig most már évek óta benne vannak a zsűriben, és nem csak a művészetileg értékelik, ez nagyon fontos, és el is hangzott a művésznő szájából, hanem értékelik bűnmegelőzési szempontból, hogy hogyan győzik meg
a három fős csapat hogyan győzi meg egyik a másikat arról, hogy bizonyos dolgot nem szabad megcsinálni, bűncselekmény esetleg, vagy nagy baj lehet belőle, akár az életébe is kerülhet a fiatalnak, és ezt is egy olyan szemmel nézték, hogy az ő gyerekükről, ha szó lenne, vagy a családjukról, akkor ez hogyan érintené meg őket, és a gyerekek meg nagyon jól játszották ezeket a szerepeket. A diákok hazaviszik ezt a programot. A felkészülés során biztos, hogy eljátszották egy párszor hasonló témakörben. A felkészülő tanároknak nagyon nagy köszönet jár, és most ezekben a percekben indult egy Facebook oldal, Krimit Tud Facebook oldal, amire föl lehet jelentkezni, meg lehet osztani az élményeket, lehet föltenni olyan programokat, ami a jövőben a bűnmegelőzéssel kapcsolatos. Tehát én azt gondolom, hogy tovább fog gördülni, és hatalatábornok ígéretet tett arra, hogy további most támogatja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ezeket a programokat, illetve hát a digitális térbe folytatódik a találkozó tovább. A vetélkedőn a pécsi Széchenyi István gimnázium csapata léphetett a dobogó legfelső fokára. Vettem egy csúcstelefon, de én is csak ugyanazok hívnak. Hoppá, hívtak is. Láttátok? Így is láttátok, hogy azt akarja csinálni. Robika, már a nyugodjál. Mi is látok, hogy ezt akarja csinálni. Nem. Miért kerülnék börtönbe? Robika, nagyon könnyen börtönbe kerülsz. 16 éves elmúltál. Akármi megtörténhet. Mondjuk, hogyha érted, ezt észreveszik, és egyből bevisznek a börtönbe. Aztán az iskolának is annyi. A szüleid majd mit szólnak?